Üdv mindenkinek, Zozek vagyok. A mai videóban ezt a motort fogom kiszabadítani a téli fogságából. Tavaly körülbelül szeptember végén motoroztunk vele utoljára. Akkor lett leállítva, az körülbelül 5 hónapja volt. Úgyhogy most kicsomagolom a téli takaró alól, és megpróbálom beindítani. Egyébként ez egy 2005-ös Honda CBF 600-as motor. Tavaly nyár elején vettem. Sikerült nagyon-nagyon jó áron hozzájutnom egy idős angol úriembertől. Ő azt mondta, hogy már vissza akar vonulni a motorozástól, és ezért adja el aránylag olcsón, a piaci árhoz képest olcsón a nagyon jó kalban tartott, keveset futott motorját. Ebben a motorban 15.000 mérföld van, azt hiszem, bár lehet, hogy 11.000, és lehet, hogy ezt később kijavítom. Tehát az a lényeg, hogy nagyon keveset futott, ahhoz képest, hogy 14 éves motor. Ez utolsó verzió ebből a típusból, a CBF-ből, ami még karburátoros, nem pedig injektoros. Nagyon meg vagyok vele elégedve. Nemrég csináltam egy másik videót egy másik motoromról, illetve az egy nagy robogó, egy Gilera Nexus 500-as. Az is itt állt mögött, a motor mögött szintén 5 hónapot közel. Az egész könnyedén beindult. Bikázni kell az akkumulátort, mert sajnálatos módon elfelejtettem kivenni a téli karbantartás címszóval. Gondoltam, hogy Angliában nincsenek annyira hidegek, ugye. Több mint 3 éve élünk a barátnőmben Angliában. Itt vettem ezt a motort is, mint említettem. De idén nagyon-nagyon hidegek voltak, az angolok is meg voltak és lepődve, hogy nagyon évek, sőt némelyik ember azt mondta, hogy évtizedek óta nem volt ilyen kemény telük. Néha napokon, sőt heteken keresztül tartó nulla vagy mínusz fogok voltak, ugye nekünk magyaroknak ez annyira meglepő, itt angoloknak ez igen, ugyanis a tél nem annyira hideg, mint Kelet-Európában. Na most hideg volt, és emiatt a Gilera akkumulátora nem bírta annyira a gyűrődést, pedig egy új akkumulátor volt benne. Ebbe a motorba is vettem egy új akkumulátort. Meglátjuk, hogy ez kibírta esetleg. Mind a kettő egy Yuasa típusú akkumulátor, ez itt nem a reklám helye. Csak mondom, hogy én ebben az akkumulátor nagyon megbízok. Ha nem indul be, akkor ismételten használni fogom a Bika akkumulátoromat, amit esetleg az előző videóban is megtekinthettek. Egyébként azt ide kattintva tudjátok majd megnézni, hogy hogy indult be a Gilera Nexus 500-as. Lássanak neki kicsomagoláshoz, tartsatok velem! Tadám! Közben beszereztem egy elemlámpát,
amit érdemes tudni erről a motorról, miután megvettem, kapott egy olajszűrőcserét. Azt mondta az előző uraj, hogy meg volt csinálva nemrég, de biztos, inkább én csinálom meg saját magamnak. Esetleg érdekel különböző videó ezzel a motorral voltam a környékünkön lévő természetvédelmi területen belül, amit úgy hívnak, hogy Peak District. Vannak videó a csatornámon, meg tudják olyat nézni. Nagyon szép környékek és helyek vannak azon a részen. Arról találtok videókat, mint említettem. Most lássuk a 5 hónap utáni első hidegindítást. Hát sajnálatos módon az történt, mint a Gilera nagy robogónál is. Az akkumulátor le van merülve. Úgyhogy ehhez a motorra viszont hál' Istennek van egy feltöltött pótakkumulátorom. Úgyhogy kicserélem gyorsan, és megpróbáljuk újra a hidegindítást. Nos, egy picikét füllentettem, ugyanis én elfelejtettem, hogy ebből a motorból elég macerás kivenni az akkumulátort, mert rengeteg kábel megy rá, meg USB töltő hozzá csatlakoztatva, és egy műanyag panel mögött van, és szóval kicsit macerás, és most nem kicsit kell szűrni nálunk, és nem akarok akkumulátort cserélni, viszont megpróbálom bebikázni, mert annyira hozzáférek az akkumulátorhoz, hogy tudjunk neki áramot adni a nagy autóakkumulátorról, amit múltkor is használtam. Megmutatom egyébként, hogy kicsit macerás a dolog. Itt van így az akkumulátor, ez az autóakkumulátor, illetve itt van a motorakkumulátor, hát oda be van ásva abba a kis műanyag dobozba. Előtte van ez a relé halom, meg biztosíték, úgyhogy most csak így rátettem a bika kábelt. A blokknál megkapja a negatívot, úgyhogy meglátjuk, hogy mit fog itt csinálni, hogy fog beindulni 5 hónap után. Azt mondja, hogy ráhúztam a szivatót teljesen. Wow, gyújtás! Ebbe a motorba beleraktam 2 darab H4-es ledes izzót, ugyanis az előző tulaj átalakította egy lámpásból 2 lámpássá. Egyébként ez is tetszett meg nekem, mert szerintem vagányul néz ki. Kilométereket illetőleg picit ismét füllentettem, mert már kiment a fejemből. 16.000 mérföld van benne. Ez most egy gyors átszámolásban körülbelül 22-23.000 kilométer van ebben a motorban. És ez egy valós dolog. Azért is mondom ezt, mert hogyha bárki szeretne autót venni Angliában, minden évben van műszaki vizsga, és minden járműnek a Nemzeti Közlekedési Hatóság, itt DVL-nak hívják őket, azt hiszem, rögzíti, hogy mennyi az aktuális kilométer, illetve mérföldállása különböző járműveknél, legyen ez autó, motor, kamion vagy kis teherautó. Tehát effektív itt nincs ugrótekergetés, hanem maximum azt az egy év alatti futás teljesítményt lehet visszatekerni, amely átlagos autónál 5-8000 mérföld, szerintem, meg mások szerint sem éri meg rizikózni, úgyhogy ez valós 16000 mérföld. Lássuk, hogy indul.
komolyabb hangja van, mint az 500-as robogónak. A DB Killert kiszedtem persze. Egy Scorpion típusú sportikú fogó van rajta. Leállt. Hát igen, ez a hátránya valamilyen szinten a karburátoros motoroknak, ugye, hogy 5 hónapos már a karburátorokban a benzin nem veszi annyira a fordulatot. Szerintem, hogyha ezzel majd ki tudok menni motorozni egyet, akkor ez a probléma orvosolódni fog. Én mindig prémium üzemanyagot használok. Nem éri meg az a pár penny spórlás, hogy ilyen különböző nagy áruházak olcsó benzinkútján tankoljak, aztán meg csak a küszködés van utána motorokkal, járművekkel. Próbáljuk meg megint beindítani. Hát azért megy még a picike. Szép hangja van. Az egészen most az a probléma, hogy elkezdett bizseregni a tenyerem, hogy menni kéne motorozni. Na de egy szónak is száz a vége. Ez a motor is elég könnyen beindult, 5 hónap parkolás után. Amint lesz egy szabad napom, ami most vasárnap van, és jövő hét szerdára fog esni, vagyis egy csütörtökre, és ha nem esik Angliához hívan az eső, akkor szerintem egyik motorral elmegyek fél napot motorozni, a másik motorral pedig elmegyünk ketten a Verával motorozni, miután végzett a munkával. Lehet, hogy arról fogunk készíteni egy videót, az első utunk idén. Majd tekintsétek meg. Végeztem a motorral jelenleg. Lustaságomat nem tudtam sajnos megúszni, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt. Tehát csak ki kell az akkumulátort, mert különben hogy töltöm föl. Tehát mindegy is. Kivettem az akkumulátort, fölrakom nem sokára a töltőre, visszatakartam a motort, és remélhetőleg egy pár nap múlva tudunk együtt menni egy jó kis kört a utakon. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok föl, lájkoljatok, ha nem, akkor diszlájkoljatok, és kommentbe esetleg írjátok meg, hogy mi tetszett, illetve mi nem tetszett a videóban. A következő videóig pedig üdv mindenkinek!